Ciao, sono Ayub Daoud e un saluto agli amici di NSO TV. Próbáltuk időre tisztítani, hát nem is az titokba tartani, de volt egy megállapodásunk mégis a klubbal, az edzővel, és ugye amíg mégis a hivatalos bejelentésében nem történt meg, addig nem akartam mondani semmit. Úgyhogy a hivatalos dolog ez megtörtént, és igen, felmondottam a szerződésemet a videóval. Ez igaz, az is igaz, hogy külföldre tartok, kaptam egy olyan ajánlatot, amit úgy érzem, hogy így közel 33 évesen nem szabad figyelmen kívül hagynom, és családdal egyeztetve mégis így elfogadtuk. Persze még ugye nincs aláírva, ugye még van orvosi vizsgálat, ugye átkeresni, és igazából olyan formaságok vannak hátra, de ugye ezért ki kell menni, és jövő héten, amikor is az vagyok, akkor tudok végül is készítényekről és bárkit is. És honnan kaptál ajánlatot? Hát az még ilyen pillanatban nem publikus, de nem Európa. De akkor azt mindenképpen mondható, hogy jobban fogsz járni, mint a Vidiben. Igen, ugye ez nem volt titok, hogy miért igazoltam a videótonhoz, ugye itt a Juhászornak a kiesése kapcsán jöttem én szóba. Így állapodtunk meg, megállapodtunk abban is, hogyha kapok esetleg egy jobb ajánlatot, akkor elengednek. Ugye csak annyi történt, hogy végig is így a bajnokság befejezés előtt egy héttel kellett ezt meglépni, nem tudtuk megvárni a bajnokság végét. Azt mondom, hogy végig is a Vidinél igen jobban járok. Hát a szakmai oldal az megint egy más kérdés, hiszen 33 évesen szerintem nem ez az elsődleges a mai világban, mai futballvilágban. De egy összességében egy család szempontjából szerintem jól döntöttünk. Akkor ugye te kezdeményezted, gondolom, ezt a szerződés felbontást. Mit szólt hozzá Gomez mester? Mondta, hogy maradjak, olyan körülmények között tudtam volna maradni, ami azt mondom, hogy így ebben a korban nem biztos, hogy pláne úgy érzem, hogy simán tudnék játszani hétről hétre. Úgy éreztem, hogy nem biztos, hogy az a megfelelő nekem, hogyha én csak arra várok, hogy éppen mikor kinek a helyre tudok beugrani. Úgyhogy egy picit meg volt lepődve, de így hirtelen jött neki ez a dolog, de végig is így nem gördített akadályt az elé, hogy távozzak. Összesen abban ugye állapodtunk meg, hogy ezt a tempi mérkőzést játszam le, hiszen ugye Juhászol játítása miatt gondok lehetnek volna ugye a védelembe. Örülök, hogy végül is és úgy tudtam is így elbúcsúzni, hogy jól ment a játék. És ugye, és amire kértek ugye a klub részéről, azt tudtam teljesíteni. És hát utólag így abban is reménykedem, hogy